No, ismét akkor szeretettel köszöntök mindenkit. És a múltkor ugye hát a barbár népeknek a megtéréséről, az új európai népeknek a megtéréséről volt szó, most pedig hát ugye egy kicsit keletre nézünk, Bizáncra, és hát arra egyház szakadásra, ami hát sajnos azóta is fennáll, már 1000 éve. Ugye hát előzményei azok, hogy egészen másként alakult ugye a egyháznak a sorsa, és egyáltalán a világnak a sorsa keleten és nyugaton. Miután ugye 476-ban nyugaton elbukik a nyugat-római császárság, tulajdonképpen az egyetlen képviselője a hatalomnak, vagy a közrendnek az egyetlen védelmezője a pápa marad. Tehát a pápa nyugaton egyre inkább nem csak vallási vezető lesz, hanem az ő feladata például a város védelmének a megszervezése a barbárokkal szemben, vagy ugye járványok esetén a betegellátás, éhínség esetén a város élelmezése. Tehát Nagy Szent Gergely pápa például panaszkodik, hogy ő, aki bencés szerzetes volt ugye korábbi életében, hogy szinte egyáltalán nem jut ideje imádságra, elmélkedésre, mikor állandóan világi ügyekkel kell foglalkoznia. Ugye kialakul nyugaton a pápai állam is, 765-ben alakult a pápai állam, és egészen ugye 1870-ig tartott, aztán ugye az olasz egyesülés miatt megszűnt, és 1929-től alakult újra a mai Vatikán területén, tehát azért sokkal, de sokkal kisebb területen, mint egykor, ahol Itália hát egy jó részét elfoglalta a pápai állam. Röviden csak annyi ugye, hogy ez a pápai állam három részből állt össze. Volt az úgynevezett Péter öröksége, a Patrimonium Petri, amit ugye Nagy Konstantin császár ajándékozott a pápának, az Adriától egészen Szicíliáig voltak ilyen területek, és tulajdonképpen ezeknek a jövedelmét használta föl a pápa a szegények gondozására, illetve hát a lakosság nyomorának, szükségleteinek az enyhítésére. Aztán volt az úgynevezett római fejedelemség, a Ducatus Romanus, Róma is környéke, tehát ugye a császár, aki Bizáncba székelt, ugye Konstantinápolyba, azért küldött egy helytartót Ravennába, aki ugye elvileg kormányozta a nyugati birodalmat, de hát az a baj, hogy ezek a kormányzók tulajdonképpen egyszerű hivatalnokok voltak, rendkívül korruptak voltak, romlottak. A császár állandóan inkább úgy tekintett a birodalom nyugati felére, mint egy fejős tehénre, akiből ugye egyre nagyobb adókat tud kicsikarni. Úgyhogy a rómaiak egyre jobban kiábrándultak a császárból, akit ugye hát nem is láttak, hiszen jó messze lakott, és soha nem jött Rómába, hanem ott volt ugye a pápa helyben, aki a támaszuk volt, és a mindennapi ügyeikben a legfőbb oltalmazójuk. Hát például ez abból is látszik, hogy amikor Nagyszent Leó pápa ugye szembeszáll Attilával, ez a legendás esemény, amit meg is festettek ott a vatikáni helységekbe, hogy ugye Attila a maga seregével Róma kapujában ugye azzal fenyegetett, hogy egész Rómát ugye felperzseli, feldúlja, és Nagyszent Leó pápa már a 80 éves aggastyán létére kimegy Attila elé, és elkezd tárgyalni, és a legenda szerint ugye a pápa feje fölött Attila két szigorú tekintetű szakállas férfit látott, és az egyik ugye a kardjával fenyegette Attilát, ugye Szent Péter is Pál apostol, és hát történelmi tény, hogy Attila visszafordult Róma falai elől, és nem bántotta Róma lakosságát. Kicsit kevesebb sikerrel járt Nagyszent Leó pápa Genzerich vandál királlyal, aki szintúgy el akarta foglalni, vagy hát ugye ki akarta fosztani Rómát, és itt annyit sikerült a Leó pápának elérni, hogy hát ugye kifoszthatják, de ne gyilkoljanak és ne gyújtogassanak. Tehát legalább egy kicsit enyhítette a csapást, de minden esetre ez is a pápának a dolga volt.
És aztán ugye hát emiatt a pápa a politikai hatalomnak is a letéteményese volt, és a harmadik rész, amiből kialakult a pápai állam, ez az úgynevezett Donatio Pippini, vagyis Pippin adománya, ugye ő Nagy Károlynak az apja volt, tehát a frank birodalomnak az őse, és a longobárdokkal szemben a pápa a frank királyhoz fordult, először ugye Martel Károlyhoz, majd kis Pipinhoz, ki Pipinhez, és ugye hálából a pápa megkoronázta kis Pipint császárnak, aki ugye viszonzásul a pápának adományozta Ravenna, Ancona, Pesaro, Fano, Rimini és Senigallia városoknak a környékét. Tehát így különböző adományokból alakult ki ez a pápai állam, amely ugye politikailag is biztosította a pápának a függetlenségét. Ezt az én diákaim sohasem értik, hogy minek a pápának egy állam, minek neki politikai hatalom. Hát például azért, hogy ne tudják őt bebörtönözni, hogy ne tudják zsarolni, ne tudják kényszeríteni ugye bizonyos politikai erők, hanem ilyen értelemben is független legyen, illetve hát a anyagi szükségleteit az egyháznak is ezek a birtokok fedezték hosszú évszázadokon át. Na most ezzel szemben Bizáncban egészen másként alakult a helyzet, ugye Konstantinápoly a császárnak a székhelye, és a császár egyed uralkodóként kormányozza nem csak a birodalom keleti felét, hanem az egyházat is, egyre inkább rátelepszik az egyházra, tehát kialakul az úgynevezett cezáropápizmusnak a jelensége, tehát hogy a császár egyszerre végez, vagy hát tulajdonít magának bizonyos egyházi funkciókat is, és hát egyre inkább eltávolodik egymástól kelet és nyugat egyháza, egyre nagyobb a feszültség. Például azért, mert a konstantinápolyi pátriárka, mivel hogy ő a császár székhelyének ugye az egyházi vezetője, egyre nagyobb hatalomra akar szert tenni, tehát egyetemes ökumenikus pátriárkának kezdi magát nevezni a pápával szemben, sőt azt mondják, hogy ugye Konstantinápoly a második Róma. Manapság azt szokták mondani, hogy de Moszkva a harmadik Róma, mert ugye ott van a legtöbb ortodox, a harmadik legnagyobb ortodox patriárkátus, de hát ugye ez, amit a Bartolomeos konstantinápolyi pátriárka visel ezt a címet, hogy ökumenikus pátriárka, ugye hát ez volt az egyik oka a kelet és a nyugati közötti feszültségnek. Aztán ugye nagyon sok eretnekség, amikről eddig is szó volt, ugye keleten születtek, keleten terjedtek el. Róma ekkor nagyon hűségesen megmaradt az igaz hitben is, elítélte ezeket az eretnekségeket, ez sokaknak keleten nem tetszett. Aztán például voltak ilyen problémák is, hogy a nyugatiak mondjuk enyhében böjtöltek. Ugye ma is, hogyha nézzük a bizánci egyház böjtjét, hát akkor ugye van egy 40 napos böjt karácsony előtt, egy több mint 40 napos böjt húsvét előtt, két hét böjt ugye nagyboldogasszony előtt, Péter is Pál előtt is van egy nagyjából egy hónapos böjt, ezen kívül minden szerda és péntek, tehát gyakorlatilag az évnek hát egy harmada szinte az ugye böjti napokból áll. Nyugaton ez sokkal enyhébb volt már a kezdet-kezdetén. Aztán például az, hogy nyugaton ugye kialakult mondjuk a szentmisében a kovásztalan kenyér használata, Bizáncban megmaradtak ugye a kovászos kenyérnél, az, hogy ugye keleten továbbra is megmaradtak amellett, hogy a nőseket is pappá szentelnek, és hát idővel föladták azt az ősi gyakorlatot is, hogy ezeknek a nős férfiaknak a szenteléstől kezdve önmegtartóztatásban kell élniük, tehát az úgynevezett rullosi zsinat az megengedte, hogy a szentelés után is folytassák a házas életet, ami egy nagy újítás
volt, ugye. Nyugaton viszont nem csak, hogy megmaradtak az önmegtartóztató élet követelménye mellett, hanem elkezdtek rátérni arra, hogy ha már úgyis önmegtartóztatóan él a pap, akkor hát nőtlen legyen eleve. Tehát a nőtlenek közül választották ki a pap jelölteket. Aztán ugye voltak ilyenek, hogy nyugaton, szombaton is böjtöltek, keleten a szombat az ilyen félünnepnek számított, azt nem ugye gyakorolták, de mondjuk a legfőbb politikai kardöfés az volt a bizánciak szívébe, hogy a pápa ugye német-római vagy frank császárrá, tehát a Szent Római Birodalom császárává koronázta Nagy Károlyt 800 karácsonyán, és hát ezáltal tulajdonképpen ugye kivonta a nyugati birodalmat a bizánci császár, a római császár fennhatósága alól, mert a bizánciak mindig úgy nevezték magukat, hogy ők rómaiak. Tehát a kelet-római birodalom bennük maradt fenn, és hát ők rómaiak, viszont a pápa ugye Nagy Károlynak engedélyezte a római császár címet, és úgy is koronázta, őt is utódait is ennek ismert el, és hát ez tulajdonképpen egy nagy sérelem volt a bizánci császár és a bizánci udvar számára. Na most ugye, hogyha a szakadásnak a történetét nézzük, akkor legalább egy három felvonást kell megkülönböztetnünk. Az első felvonás az úgynevezett ikonoklazmus, vagyis a képrombolási vita. Ugye ez már az a korszak, amikor megjelenik a történelem színpadán az iszlám. Gondolom, hogy erről legközelebb lesz szó, az iszlámról, meg a keresztes hadjáratokról tervem szerint. Tehát az iszlámnak ugye az egyik fő tétele az, hogy ugye Isten annyira transzcendens, hogy tilos bármiféle képi ábrázolás. Nem csak Istenről, hanem bármilyen emberi alakot tilos ugye ábrázolni, mert az bálványimádásnak számít. És a bizánci császárok talán azért is, hogy az iszlámot ne provokálják, vagy ki tudja milyen egyéb meggondolásból, ugye átveszik ezt a szemléletet, úgyhogy a 8. században 3. Leó és Konstantinos Kopronümos császár betiltják a szentképek tiszteletét. Sőt, ez a Kopronümos, ez eléggé csúnya a névnek a fordítása, annyit jelent, hogy trágya eszű Konstantin, ez a Kopronümos. Azért nevezték el így, mert hát ádázul, pusztította, írtotta, földgyújtotta a szentképeket, az ikonokat, és hát különösen ugye a szerzeteseknek háborította föl, meg hát a bizánci hívő népet is, amely akkor már nagyon-nagyon ugye kialakította az ikonoknak a kultuszát. És hát egy császárné volt az, aki rendet tett a hosszú-hosszú ugye összecsapások sorozatába, Eiréné császárné, aki ugye kiskorú fia helyett kormányozta a bizánci birodalmat, összehívta a második níceai zsinatot 787-ben, ahol megerősítették a képek tiszteletét, azzal, hogy ugye tulajdonképpen a ige megtestesülése, tehát az Úr Jézus emberré válása, ahol az Isten láthatóvá vált számunkra, emberi alakban megtapasztalható, ez az esemény semlegesíti, hatályon kívül helyezi az Ószövetségnek a képtilalmát. Tehát Istent lehet ábrázolni Jézus Krisztus személyében, természetesen úgy, hogy magát az ábrázolást nem imádjuk, csak tiszteljük, és ez a tisztelet átszáll arra a személyre, akit a szentkép ábrázol. Ugye hát egyébként nagyon érdekes, hogy ez a képromboló gondolat, ez újra és újra előkerül minden eretnekségben, a középkor folyamán, az összes eretnek ezzel jön majd, ugye, hogy hát a szent puritanizmus, és hát nem mondjam, hogy a protestantizmusban aztán végképp, ugye, hallatlan kulturális és művészet és vallási értékek, erekjék pusztultak el, ugye, a protestantizmus képrombolása miatt, illetve hát valahogy a modern korban is, amikor ez a egyes modern művészeti irányzatok, ugye, hát az egyetlen, amit elviselnek, az ugye a fehér fal, meg a derékszög, és hát ennek szellemében aztán néhány magyar templomot is felújítatnak,
akkor hát ugye megújulás címén, vagy fölújítás címén, akkor erre azt tudom csak mondani, hogy ennyi erővel a török meg a tatár is csak fölújított Magyarországon, ugye tulajdonképpen. Szóval ez mindig valamiféle eretnek, valamiféle nem krisztusi szellem, amikor fölüti a fejét ez a képromboló indulat. De a második nicai zsinat az világosan kimondta a következőket, most idézem a zsinati határozatot. Csatlakozván, mint egy a király ösvényhez, és követve szent atyáink Istentől sugalmazott tanítását és a katolikus egyház hagyományát, mert tudjuk, hogy ez a Szentléleké, aki az egyházban lakozik, teljes bizonyossággal és gondossággal határozatot hozunk, hogy amiként a becses és életadó kereszt alázatát, úgy a tiszteletre méltó és szent képmásokat is, akár színes mozaikból vannak ezek, akár más alkalmas anyagból, el kell helyezni Isten szent épületeiben, a szent edényeken és ruhákon, a falakon és táblaképeken, a házakban és az utakon, és pedig ami Urunk és Istenünk, megváltunk Jézus Krisztus, valamint szeplőtelen Úrnőnk, a szent Isten szülő, a tiszteletre méltó angyalok, az összes szent és kegyes férfiak képmásá. Tehát helyes és üdvös dolog ezeknek a képeknek az elhelyezése és tisztelete. Hát nyugaton ezt majd a tridenti zsinat még egyszer megerősíti a reformáció túlkapásaival szemben. Szóval ezt köszönhetjük a Nyámbor Eiréné császárnének, hogy hát a nevének megfelelően, ami békét jelent, békét hozott az egyházba, és ugye tulajdonképpen ugye ezzel a zsinattal a vita elült. Na de a második felvonása ezeknek az összecsapásoknak az akkor történt, amikor a bizánci császár egyfajta ilyen személyes, kicsinyes bosszúból letette Ignác konstantinápolyi pátriárkát a pátriárkai székből, és helyébe egyik udvarnokát, Fótioszt állította. Ez a Fótiosz egy egyszerű katonatiszt volt, akivel a császár közölte, hogy hát holnaptól kezdve te vagy a főváros pátriárkája, és gyakorlatilag 2-3 nap alatt hát az összes egyházi rendet föladták neki, és beiktatták őt püspökként a pátriárkai székbe. Ugye hát természetesen a letett pátriárka, Ignác, ezt nehezményezte, és hát látszik, hogy akkoriban ugye mennyire elismerték a keletiek is Róma fennhatóságát, hogy ugye segítségért a pápához, első Miklós pápához folyamodott, aki azonnal ugye összehívott egy római zsinatot, elítélte a császárnak ezt a tettét, és ugye hát elrendelte, hogy Ignácot helyezzék vissza a pátriárkai székbe, a keletiek viszont a császár hatására kiközösítették a pápát. Tehát ugye ebből is látszik, hogy gyakorlatilag a császárnak a játékszere lett az egyház és maga a pátriárkai szék is. A negyedik konstantinápolyi zsinat 869-ben, ami egy egyetemes zsinatnak számít, ugye visszavonja a pápa kiközösítését, és leteszi Pótiosz, Ignácot pedig visszahelyezi a székhelyére. Tehát úgy tűnik, hogy ez a probléma is végül is rendeződött. Így is lett volna, ha nem jött volna a pátriárkai székbe egy újabb, hát nagyon hataloméhes és nagyon határozott férfiú, akit úgy neveztek, hogy Kerulárius Mihály. Ugye konstantinápolyi pátriárkaként elítéli a nyugati szokásokat, tehát ugye ezeket, amiket már az előbb felsoroltunk, a nyugati liturgikus ugye szokásokat, mindazokat, amikben eltér a nyugati liturgikus hagyomány a keletitől, és bezáratja a bizánci latin templomokat, mert ugye Bizáncban voltak római szertartású templomok is, ahogyan például Itália tele volt görög szertartású templomokkal. Ma is ugye van Dél-Olaszországban bizánci rítusú katolikus egyházmegye, kolostorok is vannak, tehát sohasem volt olyan, hogy van egy fal, és akkor innentől csak keleti rítus van, innentől csak nyugati, hanem a kettő keveredett, Magyarországon is egyébként.
És hát ugye, tehát a latin templomokat bezáratta, a latin templomokban őrzött oltári szentséget kiszóratja, mondván, hogy a kovásztalan kenyérrel ugye készült oltári szentség az érvénytelen, tehát nincs jelen Krisztus teste és vére. Hát ez már ugye a szentségtörésnek a szentségtörés határán túl megy, ugye? Tehát a pápa valamiképpen közbe akar avatkozni, csak hát éppenséggel ugye egy ugyanolyan forró fejű és hát tüzes temperamentumú férfiút küld Bizáncba tárgyalni, ez pedig Humbertus de Candida Silva bíboros volt. Aki ugye hát kapásból úgy lépett föl, hogy hát ő a pápa teljhatalmú követeként most itt intézkedik, és mindent ugye rendbe fog tenni, tehát nem tárgyalni megy oda, hanem egyszerűen elrendezni teljhatalommal a helyzetet. És hát ennek a része az, hogy 1054. július 16-án a pátriárkai liturgia közben belép a konstantinápolyi székesegyházba, a Hagia Szófiába, és az oltára helyezi a pápa nevében elkészített kiközösítő iratot, miszerint Kerularius Mihály és minden támogatója ugye ki van közösítve az egyházból. Mondjuk a szépséghiba az, hogy időközben a pápa Rómában meghalt, tehát mondjuk a halott pápa nevében és a természetesen a megkérdezése és jóváhagyása nélkül készítette ezt a kiközösítő bullát, tehát nem tekinthető több oknál fogva sem érvényesnek. Minden esetre ugye hát a bizánciak annyira ugye megsértődnek, hogy ők is egy viszont kiközösítést mondanak ki a pápára, Humbertusra és mindazokra, akik őket követik. Hát, hogy hangzik egy ilyen kiközösítő bulla, az most fog kiderülni. Humbertus levelének a részlete. Humbertus, Isten kegyelméből a Szent Római Egyház bíboros püspöke, a Római Egyház összes fiaihoz, a Római Szentszék kegyeskedett minket e királyi városba küldeni, nekünk itt nagy szerencsében volt részünk, aminek az Úrban nagyon örülünk, de egy túl nagy szerencsétlenségben is, amely fejet fájdalmasan szomorkodunk. Mert ami a császárság oszlopait, valamint a város becsületes és bölcs polgárait illeti, ők fölöttébb keresztény és igaz hitű polgárok. Ami azonban Mihályt, akit visszaélve pátriárkának hívnak, és az ő dőrességének híveit is pártfogóit illeti, tőlük naponta az eretnekség sok dudvája kerül a polgárság közé. Mindezen tévedés és sok más vétség miatt, ami urunk Leó pápa üzenetében sürgősen figyelmeztet ezt a Mihályt, de ő nem hallgatott az okos szóra. Ezen felül vonakodott minket a pápa követeit fogadni. Ezen felül megtagadta tőlünk, hogy a Studion kolostorban misét celebráljunk, mint ahogy már korábban a latin szertartású templomokat bezáratta. Az apostoli szentszéket egyházi átokkal sújtotta, és a szentszék megszégyenítésére az ökumenikus pátriárka címet vette fel. Mihály, aki csak visszaél és folytán viseli a pátriárka címet, ráadásul számos, a leggonoszabb bűncselekménnyel is meggyalázta, és valamennyi hívük, akik ugyanazon téves elképzelések rabjai, legyenek kiközösítettek az összes eretnekkel, sőt az ördöggel és angyalaival, amennyiben nem hallgatnak az okos szóra. Amen, amen, amen. Hát így kell valakit dörgedelemes szóval kiközösíteni. Hát a keletiek persze ők még jobban értenek az ékes szóláshoz, úgyhogy hát az ő levelük most itt nincs előttem, de a valószínűleg, hogy az is megfelelő stílusban válaszol. Szóval látjuk, hogy a kiközösítés maga ugye Mihályra is követőire vonatkozik, illetve Humbertus bíborosra is követőire, nem az egész keleti vagy nyugati egyházra, és mégis valahogy hát a recepciója ennek az eseménynek, tehát a további hatástörténete az volt, hogy egy skizma, egy szakadás keletkezett a kelet és a nyugati egyház között.
Ugye hát a keleti lett az ortodox egyház, amely ugye hát nem ismeri el a pápa főségét, a nyugati pedig ugye hát maradta a maga keretei között azzal, hogy elveszítette az egész keleti egyházat. És hát ugye nem is beszélve, hogy aztán idővel, hát nem csak a gyakorlatban, hanem a teológiában is egyre inkább ugye mélyült ez a szakadék. Például a gyakorlatban megjelent egy dolog, amiben én már sokszor említettem, főleg most, hogy ugye nálunk nyugaton is folyamatosan megy a vita a házasság, válás, újraházasodás körében, hogy sajnos a keleti egyház elég korán átvette azt a bizánci törvényhozást, amely megengedi a válást, számos ugye ok miatt, és megengedi az újraházasodást is két alkalommal. Nekem mindig az volt a kérdésem, hogyha kétszer lehet, akkor mi nem lehet háromszor, négyszer, ötször, ki tudja, hányszor, ugye? Tehát ez is a Cézáron pápizmusnak, tehát a császárnak, az illetéktelen behatolásának, vagy beavatkozásának a gyümölcse, hogy ugye az egyház nem tudta keleten megőrizni ezt a fajta evangéliumi tanítást, hogy a házasság felbonthatatlan, hanem helyette átvette ezt a római ugye, törvényhozást. A másik dolog, ami teológiában megjelent, hogy ugye a keletiek kifogásolták erőteljesen azt, hogy nyugat bevette a hitvallásba, a Nicea konstantinápolyi hitvallásba a Szentlélekről szóló részbe azt a szót, hogy filioque. A Szentlélek, aki az atyától és a fiútól származik. Most tény is való, hogy eredetileg a konstantinápolyi zsinat csak az atyát említette, hogy a Szentlélek, aki az atyától származik. Ez egyébként a János evangéliumban is így szerepel. Viszont nyugaton, ugye főleg a spanyol területeken, ahol nagyon sokáig kellett küzdeni az arianizmussal, ugye, amely Krisztus istenségét tagadta, azért vették be a filiokvét, a fiút, hogy ezzel is hangsúlyozzák a fiú isteni méltóságát, és ugye azt, hogy amit a keletiek is elismertek, hogy a Szentlélek az atyától származik a fiú által. És a nyugatiak ezt soha nem érezték tévedésnek, vagy torzításnak, hogy az atyától a fiú által, az ugyanazt jelenti, mint az atyától és a fiútól származik. Szent Ágoston gyönyörűen ki is fejti, hogy az atya és a fiú közös szeretete, vagy másképpel ugye kifejezve közös lehelése, közösen lehelik az atya és a fiú a szent lelket, és tulajdonképpen ugye a szeretet köteléke az atya és a fiú között a szent lélek. Hát a keletiek ezt nagyon-nagyon nagy eretnekségnek tartották, és ugye emiatt is egy nagy vita volt, de ez inkább a keletiek részéről probléma, mert mi nyugatiak mindig megengedtük, később is, amikor ugye létrejön az unió, tehát a keletiek egy része egyesül Rómával, hogy nem kötelező elfogadni a filioquét, tehát anélkül is lehet imádkozni, mert ugye valóban ez az eredeti, és nem jelent eretnekséget. No, szóval ez az egyik teológiai probléma, aztán keletkeztek még ilyen problémák, hogy például azok a szentségek, amelyeket csak egyszer lehet fölvenni az életben, mint a keresztség, mint a bérmálás, vagy az egyházi rend, hogy azok ténylegesen az ember lelkén hagynak-e eltörölhetetlen nyomot, vagy sem. És ugye a bizánci egyház egyre inkább azt kezdte tanítani, hogy az egyház ezeket visszaveheti. Tehát ugye például a papszentelést visszaveheti attól, aki méltatlannak bizonyul, vagy a püspökszentelést, úgy, hogy az illető többé egyáltalán ne számítson papnak vagy püspöknek, tehát a szentség az teljesen megsemmisüljön. A nyugati egyház, a nyugati teológia mai napig azt vallja, ugye, hogy van az úgynevezett eltörölhetetlen jegy, a character indelibilis. Tehát ezek a szentségek ugye úgy megjelölik az illetőnek a lelkét, akit megkeresztelnek, megbérmálnak, vagy ugye fölszentelnek, diakónusnak, papnak, vagy püspöknek, hogy lehet, hogy az illető később méltatlanná válik a hivatásához, lehet, hogy elhagyja a hivatását, lehet, hogy civil életet kezd élni, de a lelkemén azért ott van ez az eltörölhetetlen jegy.
és ezt az egyház nem veheti vissza, tehát ezért van az, hogyha valaki netán elszakad az egyháztól és egy szektát alapít pap létére vagy püspök létére, és továbbra is misézik, meg szentségeket szolgáltat ki, akkor ezek nem válnak érvénytelenné, mert ugye a papságot nem tudják tőle elvenni se a püspökséget, hanem legfőjebb tilos dolgot cselekszik, súlyos bűnt követel, engedetlenséget követel, de semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy hát az ő miséje nem mise. Az ő ugye keresztsége nem keresztség, stb. Tehát ugye Ez egy nagyon lényeges különbség. Aztán később, amikor jött ugye a római egyházban például a két Mária dogma, a szűzanya szeplőtelen fogantatása vagy mennybevitele, ez se fogadta el a kelet, tehát az ortodoxia, mert azt mondták ugye, hogy ez egy ilyen illetéktelen, beavatkozás, a Rómának az illetéktelen ugye beavatkozása a közös hitletéteménybe. Én érdekes, amikor délvidéken szolgáltam, eléggé jóba voltam a helyi ortodox atyával, és megkérdeztem, hogy akkor ti mit is mondtok erről a szűzanya szeplőtelen fogantatásáról, hogy akkor most ugye mondjátok, hogy ugye hát a legtisztább, ugye, meg bűntelen, meg stb., de hát akkor mióta bűntelen a szűzanya? Azt mondta, hát az itt különböző vélemények vannak, egyesek azt mondják, hogy hát ugye a kereszt alatt tisztult meg az eredeti bűntől, mások azt mondják, hogy az angyal üdvözletkor tisztult meg az eredeti bűntől, van, aki azt mondja, hogy hát a születése után vett el tőle Isten az eredeti bűnt, azt azért kimondják, ugye, hogy ne, már csak azért is, hogy a katolikusokkal ugye meglegyen ez a fajta ugye elhatárolódás, hogy bűnben fogant, az biztos, utána valahol az Isten elvette tőle az eredeti bűnt, és más személyes bűne sem volt, tehát a végeredmény az, hogy tiszta és szeplőtelen és bűntelen a szűzanya, de azt ugye nem hajlandók elfogadni, hogy eleve bűn nélkül fogantatott. És aztán érdekes, hogy a mennybevitel kapcsán pedig ők is vallják, ugye ünneplik, hát mi is a nagyboldogasszony ünnepét keletről vettük át, tehát ünneplik a szűzanya úgymond elszenderülését, meg azt, hogy hát a teste sincs itt a földön, hanem feltámad. Viszont ugye hát valamiképpen ezt elutasítják, hogy ezt dogmaként valljuk is, és higgyük. Na hát ez inkább már ilyen egyházpolitikai ellentét. Szóval ilyen különbségek azért vannak, és folyamatosan bővültek, kialakultak. Lényeg az viszont, hogy ez a szakadás állapota mindig is fájt, ugye az egy katolikus egyháznak is, meg sokaknak ugye keleten is fájt, és a történelem különböző pontjain keresték a közeledésnek a módját. Aztán például a keresztes hadjáratok idején, ugye ez manapság általában úgy könyvelik el, hogy ez a nyugatnak az agresszív ugye támadása az ártatlan muszlimok felé. Hát ugye ma, amikor az iszlám rettegésben tartja, legalábbis annak a szélsőségesei rettegésben tartják Európát, most már egy kicsit másként tekintünk erre, de hát Bizánc 400 évig ugye nyögte a muszlimoknak az igáját, és könyörgött a nyugati testvéreknek, hogy segítsenek, és erre való válaszként jöttek a keresztes hadjáratok. Úgyhogy itt is azért többször fölmerült az a dolog, hogyha mi most együtt küzdünk az iszlám ellen, akkor ez nem volna el jobb, hogyha fölszámoljuk a szakadást is egyházilag, és hát összeülnek a teológusaink is, megtalálják valamiképpen a közös, ugye visszatalálnak a közös hithez. Többször ez már majdnem sikerült is. Azonban volt a keresztes hadjáratok idején egy fájó pont, a negyedik keresztes hadjárat, amikor is hát a keresztesek, illetve azok közül is hát a kalandorok, meg a különböző igen gyanús elemek nem a muszlimokat támadták, hanem Konstantinápolyt foglalták el és kifosztották, és gyakorlatilag olyan pusztítást csináltak Bizáncban, amit a keletiek nagyon megemlegettek, és a mai napig is mindig azt mondják, hogy hát ez a latinoknak a ravassága, és a latinoknak ugye a kétszínűsége, hogy hát
látszólag azért jöttek, hogy segítsenek, de közben ugye hát kiraboltak és kifosztottak minket. Hát tény is való, hogy egy csomó keleti ereke akkor került Rómába, Spanyolországba, Németországba, ugye nem utolsó sorban a nagy keleti egyházatyáknak az erekéi. Tehát azért ez mindenképpen nyugat részéről egy nagyon-nagyon rossz dolog volt, amit a pápa azonnal elítélt egyébként, és többször ugye, hát bocsánatot is kértek emiatt a keleti testvérektől, de hát ami egyszer megtörtént, az megtörtént, és annak a sebei még mindig ott sajognak. Aztán a török veszély volt a következő ilyen pont, ahol elindult egy közeledés. A firenzei zsinaton 1439-ben fölmerült megint a összefogásnak a gondolata, és az egyházi uniónak is a gondolata, tehát már meg is egyeztek a firenzei zsinaton a bizánciak képviselői a rómaiakkal, hogy ugye a tanítás legyen közös, tehát a dogmákat közösen valljuk, és ugye a liturgia és az egyház fegyelem azonban maradhat eltérő. Tehát ugye az az egyháznak a gazdagsága, hogy nem csak római rítus van, hogy van bizánci, meg egy csomó más keleti rítus is, illetve bizonyos egyház fegyelmi sajátosságok, hogy ki mikor böjtöl, ki milyen kenyeret használ, ki használ vörös, ki használ fehérbort a miséhez, stb. Ezek a dolgok, ezek nem a lényekhez tartoznak, ezek gyakorlati kérdések, tehát ezekben lehet eltérés. És hát ezt alá is írták, és el is fogadták a bizánci császár és a pátriárka képviselői, azonban hazatérve, hát a papság és a nép annyira, hogy mondjam, rossz ugye emlékeket őrzött magában a latinokról, főleg a negyedik keresztes hadjárat óta, hogy nem fogadták el ezt az uniót, és a gyakorlatban ez nem valósult meg. Aztán ugye hát a későbbiek folyamán, ugye aminek köszönhetjük a mi görög katolikusainkat is, voltak ugye a Kárpátalja területén különböző ugye uniós próbálkozások, ahol nagy számban ugye püspökök is, keleti püspökök is vállalták ugye Rómával az egységet, ugyanilyen feltételekkel, hogy közös a hit, de ugye eltérő a liturgia és az egyház fegyelem, ebbe az is beletartozott, hogy a nős papságot elfogadta Róma, és ugye hát a mai napig szépen működik is, virágzik a katolikus egyháznak ez a bizánci rítusú része, amelyet ugye a mi vidékünkön úgy neveznek, hogy görög katolikusok. Azonban hát a keletiek nagyon, hogy mondjam, mindig ezt ilyen tüskének érezték, hogy hát miért nem parancsolja meg Róma a görög katolikusoknak, hogy vissza Bizánchoz, ugye? Tehát, hogy ez lenne az igazi kibékülési gesztus, hogy hát valamiképpen ugye felszámolni ezt a ágat, pedig hát ugye ott van mondjuk az ukrán görög katolikus egyház, amely patriárkátusnak is számít, tehát akkor olyan nagy és hatalmas. Sőt, például hát ezt mindig nagyon ellenezték, mert ugye Magyarországon is a kommunizmus idején voltak ilyen próbálkozások, hogy legyen egy budapesti pátriárka, és akkor az ő fennhatósága alatt az összes különböző nemzetiségi ortodoxok és a magyar görög katolikusok is mind, ugye, ez ortodox legyen a moszkvai pátriárka, vagyis a KGB fennhatósága alatt, ugye. Hát nem sikerült a dolog. Volt egy görög katolikus püspök, akit a halálba is kergettek ezzel a próbálkozással, és hát végül is sikerült hősies, ugye áldozatok árán is, a vértanúság árán is, még a kommunizmus idején is megőrizni ezt a görög katolikus, vagyis a bizánci rítusú katolikus egyházat. És hát aztán ugye volt még a modern korban is ilyen, hogy 1965. december 7-én találkoztak 6. Pál pápa és Athenagórász konstantinápolyi pátriárka, és kölcsönösen visszavonták ezt a kiközösítést, amit ugye 1504-ben kimondtak egymásra.
De hát sajnos ez se jelentette azt, hogy a szakadás megszűnt, vagyis például nincs meg továbbra se az ortodoxia meg a katolikus egyház között ugye a szentségi közösség. Tehát ugye normális körülmények között nem járulhatunk egymás szentségeihez, nem lehet ugye a szentmisét sem együtt ünnepelni, mondjuk koncelebrálás szintjén. Tehát ugye szükség esetén a új katolikus egyházok megengedi, hogy katolikus hívő, ha nem tud katolikus paphoz jutni, akkor ortodox templomban áldozzon, de a másik irányból ezt a ortodoxok nem engedik meg. Tehát ezt azért tudni kell, hogy ők ettől teljesen elzárkóznak. Aztán ugye hát most legutóbb volt ugye a Ferenc pápa találkozása tavaly a moszkvai pátriárkával, ami ugye azért számított nagy hírnek, mert eddig ugye csak a konstantinápolyak voltak hajlandók a rómaiakkal meg a pápával tárgyalni, és ez volt az első alkalom, hogy a moszkvai pátriárka is erre hajlandó volt, de hát ugye, hát tudjuk, hogy itt is született egyfajta ilyen kompromisszumos közös nyilatkozat, ami hát nem tért ki a teológiára és a hitbéli problémákra, meg a tényleges ugye nehézségekre, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez a mai napig fennálló seb, tulajdonképpen a keleti és a nyugati egyház között, és hát emberileg nézve nagyon nehéz most már ugye az 1000 éves különállás után megtalálni azokat a módokat, hogy az ellentéteket hogyan tudjuk áthidalni. Minden esetre azért azt kell mondani, hogy az összes többi keresztény felekezet közül, hát még a mai napig az ortodoxia áll hozzánk a legközelebb, és tulajdonképpen egy-két ponttól eltekintve azért nincsenek áthidalhatatlan ellentétek. Tehát a hitünk az mondjuk 95%-ban minimum közös. Ugye érvényesek a szentségeik, érvényes az egyházi rend, tehát a püspöki papi rend, érvényes a szentmise, az összes többi szentség is, ami ugye nem mondható el a protestantizmus egyetlen ágazatáról sem, úgyhogy mindenképpen azért hát remélhetőleg itt valami majd még történhet. És hát ez egy nagy, hogy mondjam, elszegényedése volt a nyugati egyháznak. Ezt II. János Pál nagyon szépen fogalmazta, hogy a kelet és a nyugat az egyháznak a két tüdeje. És hát akkor egészséges és akkor teljesen épp a test, hogyha mind a két tüdőben lélegzik. Tehát az, hogy a keleti teológiát az évszázadokon át ugye kihagyta a nyugati gondolkodás, hogy teljesen távol maradt a keleti liturgiától, az nem tett nekünk jót. Tehát egyfajta beszűküléshez vezetett, ugye. Például most is, amikor a nyugati liturgia problémáit tárgyaljuk, és azt mondjuk, hogy a liturgikus reform az egyre inkább ugye a protestantizmushoz akar közeledni, tehát egy nagyon erős protestantizáció keletkezett, és hát ugye itt viszont, hogyha meg akarjuk találni a saját ugye nyugati liturgikus szellemiségünket, gyökereinket, akkor nagyon sokat segít például, hogyha megnézzük a keleti rítusokat. Mondjuk én úgy találtam a régi római rítushoz, hogy ugye nekem az édesanyám ortodox, és gyerekkoromban igen sokat vittek a nagyszüleim ortodox templomba, ugye hát a mi atyánkot is először oszlávul tanították meg, és akkor, amikor ugye a katolikus templomba vittek, hát ugye volt némi különbség a kettő között, és akkor mindig fölmerül bennem a kérdés, de hát tényleg nincs nekünk valami, ami ennyire szép lenne, ennyire misztikus, ennyire természet fölötti, ennyire mély lelkiségű. És aztán hát rájöttem, hogy de van, csak újra fel kell fedezni, újra ki kell ásni, ugye? De mindenképpen azért nekem például a keleti liturgia volt a elindító ok, és hát az inspiráció ezen az úton. És én azt hiszem, hogy a liturgia tudomány folyamán is
hogyha ugye fölfedezzük a keleti teológiának is és lelkiségnek a kincseit, akkor rájövünk, hogy valójában ezek nem valamiféle más kincsek, más értékek, hanem ezek egyúttal a mi ősi kincseink is. Tehát, hogy ugyanaz a szellemiség, ugyanaz a lelkiség, és nagyon sokat segíthet abban, hogy hát egy kicsit ebből az újkori felvilágosodásból, racionalizmusból, puritanizmusból kikászálódjunk is valamiképpen, tehát a első 1000 évnek a eredeti teljes lelkiségéhöz visszataláljunk. Úgyhogy hát nagyjából ilyet szerettem volna mára mondani. Aztán tudjuk, hogy hát sajnos nem csak, hogy az egyesülés nem sikerült kelet és nyugat egyháza között, hanem ez a katonai összefogás sem sikerült ugye iszlám ellen, úgyhogy 1453-ban Bizánc török kézre került, gyakorlatilag a keleti egyházaknak a nagy része az ugye hosszú évszázadokra az iszlám uralom alá került, vagy kiirtották őket, vagy pedig hatalmas adót kellett fizetni, hogy valamiféle katakombás körülmények között ugye túléljék a muszlim uralmat, ugye, és hát gyakorlatilag csak a újkor elején kezdtek fölszabadulni, hát a görögök például csak a 19. század elején szabadultak föl a török uralom alól, és gyakorlatilag hát miközben a ókorban és a középkor egy részében a kereszténység nagyobb része ugye keleten volt, ma pedig hát tulajdonképpen azt én, ha jól tudom, akkor olyan 200-300 millió körülbelül az ortodoxiának a létszáma, ugye holott ugye nyugati katolicizmus az 1 milliárd 200 millió, ugye, tehát azért egészen átrendeződtek az arányok, a számbeli arányok is, amiatt, hogy ugye hát a keleti egyház igen csak ugye mostoha körülmények között kellett, hogy túlélje a muszlim évszázadokat. No, hát szóval röviden annyi, és aztán legközelebb majd magáról az iszlámról fogunk egy kicsit beszélni.